Tavaly ilyenkor volt az inkorrekt vállalás. Szülinapom alkalmából eltekertem Gajatetőig egy e-bike-kal. Idén viszont megvolt a Divide és megvolt a Derby e-bike nélkül. A Divide e-bike-kal, a Derby e-bike nélkül. Úgyhogy most nézzük meg, hogyha már nem inkorrekt a vállalás, hogy megy idén születésnapom alkalmából Gajatető. Hajrá! Egy órával előbb indultam, mint tavaly. Már 7-kor nyerekben vagyok. És viszont most 6 fokról indult neki a hőmérséklet. Ugye eléggé föl kellett öltöznem. Nyilván alá öltöztem. Abban a tudatban, hogy napközben azért 26 fok lesz. Először kosd, aztán keszegjön. Cserhát dombjai. Diválosok szerint egyik legszarabb tájegység, mert vagy fölfelé, vagy lefelé kell menni. Én mondjuk szeretem, de van benne valami. Kósdon volt egy nagyon rövid reggeli. Kis pékárút bevittem. Keszeg. És most már Nézsára megyek át. Az ott szemben már Nézsa épületei. Ez már a zöld. Keszeg és Nézsa között. És itt visszacsatlakozok. Egy pirosba. És azon megyek át Galgaguta felé. Keszeg, Nézsa, Nógrádsáp és Galgaguta. Ezek a települések már megvoltak. 1 óra 50 percnél járok, és most fordultam rá arra a zöld pluszra, amelyikről tudom, hogy nem járható, mert tavaly beszívtam. Föld utazás jön, nem megyünk tovább a temető felé, hanem letérünk és Vanyarcra. Ezen a földúton fogok áttekerni egy kis kerülővel, és persze Cserháthoz illően egy kis szinttel. Most sem sikerült ezt a részt eltévedés nélkül abszolválni. Egy dombbal előbb indultam keresztül a kelleténél. És az út, ami átvinne, az még az erdő túloldalán van. Úgyhogy lehet vissza kéne menni és ott végig tekerni, mindig próbálkozni a semmivel. Lankáinak másik oldala, szembe már Mátra. 3 óra 30 perc alatt tettem meg az első 52-3 kilométert. Az éhségérzet lassan kezd megjönni, úgyhogy beiktatok egy kajálást. Hát jó a bicikli, nagyon-nagyon jó vele mászni. Eddig sehol nem kellett leszállnom, egyik mászásnál sem. Mindegyiket ki tudtam tekerni. Nyilván volt, ahol a tüdőmet azért majdnem kiköptem, de valahogy a geometria úgy rákényszerít, hogy kitaposd a végét, azért meglegyen, fölvigyen, jó, nagyon jó érzés. Nagyon érezni, hogy könnyűek a kerekek, könnyű lendületben tartani, könnyű neki lendületet adni, és nagyon jó a hátsó telónak az a tulajdonsága, hogy pont azt a minimálisat kimozogja, ami kell ahhoz, hogy egy ilyen XC terepen akár vájút váltsál, akár követ kerüljél ki, akár gyökereket, bármi ilyesmi, pont annyit bemozog, hogy jól betapadjon, és még fel tudjál mászni.
Néha tekerés közben egész fura dolgokat talál az ember. Például a sinek között. Úgy néz ki, neki nem volt jó az éjszakája. Úgyhogy ő itt maradt a sinek között. Jó, de milyen lehet szegény állatkának, ahogy elsuhan felette a vonat? Szurdok püspöki, Gyöngyös Pata és Gyöngyös Tarján aszfaltos részek után megérkeztem a Mátra lábához. Szép lassan rátérek a zöld jelzésre, amin egészen gajatetőig kell föltekernem. A maradék kajámat fogom betolni, és remélem, hogy azzal kihúzom. Egyelőre a hangulat jó, erőnlét megfelelő. Na most van az, hogy biztos nem erre jöttem legutóbb, mert az egy széles dózerút volt. Ez meg egy járatlan zöld plusz. Tipikus zöld átok, hogy annyira nem járják, hogy jelzés az van, út az nincs. De mi az előnye a szuperkalibernek? Fölkapod és viszed? Próbálsz defektmentesen menni. És így lehet, ha a biciklid le se ér a földre. Szóval az nem rémlik múltkorról, hogy így szívtam volna vele. Könnyű a szuperkaliber, de nem könnyű a gajatető. Vannak részei a zöldnek, amelyik lényegesen szarabb állapotban van, amiatt már fakitermelés volt, és szét van nyomva az út. Ez tavaly még egy relatíve jól tekerhető rész volt, viszont azóta itt tarvágás volt, és emiatt nem is nagyon lehet tekerni normálisan. Kidőlt fák meg a szamaszéje hagyott apró galjak miatt. Itt a következő felszállni, tehát folyamatosan elég hányadék a felület. Úgyhogy ez most itt egy eléggé lassú részre váltott. Most már benn vagyok annyira a Mátrában, hogy már látszik a idézőjebe túloldala is. Jobbra az Alföld. És hát igazából balra is az Alföld, csak a Sárhegy és a Kékes között eltekintve. Már tudom, hol vagyunk. Tavaly itt ebédeltem. Mennyire, vagy itt tettem másodjára. Mennyire ugyanott vagyok el. Tehát ez az a rész, ahol egyszer csak az Erdei útról le kell jönni egy járatlan részen. Ugyan ki van testve, hogy erre jön a zöld, de sokan erre nem túráznak, úgyhogy úgy átlátsz az erdőn keresztül, de egy lényegesen jobb erdészeti útra visz át. Tavaly is azt hittem erre a sárgára, hogy ez egy út, de ez egy sárga jelzés, amit a zöld keresztez. Viszont megérkeztem a farakásomhoz, úgyhogy a nem létező keresztezett aszfaltutat, ami egy sárga, azután most megpihenünk is. Ott, ahol a zöld bemegy igazából az erdőbe, mert ott megy be. Itt megállunk és megesszük a kajánk maradékát. Itt vagyok méterekre a műúttól. Utolsó emelkedőn már tolnom kellett, és előtte is. Úgyhogy centi pontosan ugyanúgy fogytam el, mint tavaly. Ami azért meglepő, hisz most motor nélkül jövök, tavaly meg motorral jöttem. Van még egyébként, tavaly itt váltottam mi útra. Már nem mentem Szent Imre felé tovább a zöldön, hanem itt a mi úton kapaszkodtam föl.
idén is ez lesz. Nem teljesen értem, hogy mi a összefüggésünk. Valószínűleg itt a szinten lesz összefüggés, mert most járok olyan 1700 fölött, és 7 és fél órája jövök. Nagyon könnyű ezzel a biciklivel mászni, gyerekek. Édes Istenem, kívánja. Belevisz minden marhaságba. Annyira jó mászik. Nincs kedved leszállni a mászásnál, hiába vagy szétcsúszva. Nincs kedved leszállni. Tudod, hogy ez még megtekerhető. Ez persze kiköpöm a tüdőmet a végén. Már felértem a mi útra. Nyilván innen egy kicsit már könnyebb lesz. 2 óra van, nem 2:30. 2:32. És akkor most jön egy gyors összehasonlítás. A tavalyi e-bike-os és az idei szuperkaliberes, motormentes gajatető letekerésről. Tavaly a motor és az bicikli súlya miatt a Gyöngyös Tarján Gyöngyös Tarjáni vezető szekció volt az, ami nagyon-nagyon hosszúnak és nehéznek tűnt. Aztán mivel onnan elkezdtem használni a motort, bár a mászás eleje a zöld, az azért éreztem, érződött, hogy ott taposni kell, de miután ide fölértem a mi útra, onnantól kezdve azért már kiállva kényelmesen föl tudtam, tehát hogy föl tudtam tekerni normálisan gajatetőre. Nyilván kellett tekerni, de nem vett annyira igénybe. Idén Tarjánig szinte idézőjelben meg se éreztem a távot. Ebben benne van persze a divide, a derbi, a rákészülés, stb. Stb. Hát nyilván erősebb vagyok, mint tavaly. De Tarjánig úgy nem gyötört meg a táv, meg a szint, addig egy 1200 szint volt benne. Viszont Tarjántól elindul fölfelé, és kérlehetetlenül jön föl 800 métert. Ez viszont így a végére beszúrva, abszolút az utolsó kilométerekre betéve ez a 800 méter, ami nem ereszt, egy centit se. Hát ez igen kemény. Hiába jöttem fel a betonra, itt a betonos szekció is nagyon-nagyon megcsinált. Nagyon nehezen ment. Olyan áttételeket kellett betonon használni, amit nem is értek, mintha terepen, meredek terepen tekernék felfelé. Mindegy, mit eszem, mindegy, mennyi cukrot viszek be, folyadékot, már semmi sem esik jól, nem leszek tőle jobban, nem érzem jobban, hogy tudnék tekerni. Úgyhogy így ez a végére ez annyira kényelmes nem volt. Érdekes, tehát azért innen látszik, hogy Divide-on egy 2500-as nap 150-170 kilométerrel ilyen biciklin, azért az nagyon kemény lehet. Jó, ugye itt tegyük hozzá, hogy itt egybefüggően tolom le a 122-t. Nem volt igazából megállás, ilyen 10 perces kajaszünetek voltak, de semmi több. Nem álltam meg hosszabban. Tulajdonképpen a 2000 szintet és a 100 kilométert, ami gajatetőig van, azt egyhuzamba toltam le. Hölgyeim és uraim, gajatető. Kilátás az volt már jobb is. Most elég szutykos az idő, de azért ide feljönni mindig nagy élmény. Innen most már csak lefelé, minimális emelkedő van még a kékestetője elegazásnál. 5 óra 38-kor megy a vonat, 4 óra 4 van, azt kell elérnem, és akkor hétre otthon vagyok. Idén is sikerült. Yeah. Amikor a késés ten magad vagy. A gyöngyösi vonat késett 10 percet, úgyhogy addig ment a kommunikáció, hogy megkértem, hogy a Váci vonalon várjanak meg, úgyhogy most miattam késik 10 percet a Szódvác, de így legalább hazaérek, mert ez az utolsó vonat használható Vác felé a mai nap. Tehát autóval kellett volna értem jönni, hogyha ezt nem sikerül elérni. De sikerült. Ez is.